Sajtótájékoztató jelentették be, hogy közös okleveles technikus képzés indul az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kar, a Keleti Károly Gazdasági Kar, valamint a Székesfehérvári Szakképzési Centrum összefogásával. A képzés kibővíti a diákok lehetőségeit az egyetemi felvételi, a duális képzésben való részvétel és a későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedés kapcsán. Lehetőség ez azoknak a technikus hallgatóknak, akik felsőoktatásba fognak egyszer jelentkezni. A technikus képzésben megtanult tantárgyok, tananyagok, azok egy az egybe adaptálhatók az egyetemi tananyagba is. Tehát azok a kreditek, amit ezekért a tantárgyakért kapnak a hallgatók, ezek egyetemi beszámítással is bírnak. Tehát nem kell, hogy úgy mondjam, kétszer megtanulni, ugyanazt egyszer kell jól megtanulni, csak ez mindenkinek sikerélmény lesz. Karai Fodor Mónika, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának dékánya örömét fejezte ki, hogy a tavalyi évben elindulhatott Székesfehérváron is a gazdasági képzés, amely a technikus képzéssel kiegészülve még szélesebb körű lehetőségeket jelent a diákok számára. Aki a gazdaság, közgazdaság, pénzügy, számvitel irányában érdeklődést mutat, akkor folytatólagosan az egyetemi képzésbe belépve ezeket a tudásanyagokat kiegészítse és még magasabb szintre fel tudja tornázni önmagát is. Horváth Zoltán Lajos, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója úgy fogalmazott, a célok között szerepel, hogy megfelelő tudással rendelkező középvezetőket képezzenek, akik már 9. osztályos korukban bekerülnek a képzési rendszerbe, majd ezáltal az egyetemek fókuszába. Ennek köszönhetően pedig az egyetemmel együttműködő duális partnereknek is nagyobb lehetőségeik lesznek a kiválasztásra és az együttműködésre. A szakirány oktatásba kerüléskor lehet bevonni duális partnert, jelen esetben az oktatási partner itt az Óbudai Egyetem lesz, és így a 11-es korukban, 11-12-13, mert ugye 5 éves egységes a technikus képzésünk, ott a különböző egyetemi oktatók már bekapcsolódnak azokban a tantárgyakban, amiben megállapodás született, 9-10-esben pedig ágazati alapozáson vesznek részt a tanulók, ott pedig projektek, ilyen plusz feladatok kapcsán tud bekapcsolódni az egyetem. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, aminek a végén olyan diplomás kerül ki az Óbudai Egyetemről, aki már a középiskolában is annál a cégnél dolgozott, aki egyébként utána majd állást is fog ajánlani neki. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint az okleveles technikus képzés remek lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy egy olyan irányba mozduljanak, ami majd a későbbi hivatásuk lesz. Mi a célunk? Fiatalokat itthon tartani, és rávenni őket arra, hogy itthon tanuljanak, és aztán pedig itt iratkozzanak be az Óbudai Egyetemre is. És hogyha így lesz, akkor azt hiszem, hogy sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy felnőttként is már maguk és családjuk Fehérvárt válaszol otthonának. Az okleveles technikus képzés teljesítése tehát jó kiindulópont lehet a diákok számára a felsőoktatásba való bekerülésük, valamint későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedésük megalapozásának szempontjából.